Na, hello pingvinek, itt Nessa, és volt egy téma, ami az utóbbi időben nagyon népszerű volt közöttetek, ez nem más, mint a freestyle foci. Küldtetek rengeteg videót, ebből egyet kiválasztottam, amit most ki fogunk elemezni közösen, kellemes zenei aláfestéssel, úgyhogy nézzük, mit tudnak ezek a labda zsonglőrök. Igen, itt az első kollega. Hát a fodrászhoz pont annyira nem jár el, mint én. Ellenben pont úgy mozog, mint hajnal kettő után én bármelyik szórakozó helyen, csak ő labdával csinálja, tehát így kb. Gézé. Aha. Ja, hát nyilván, érted? Egy kellemes péntek délután a 12 éves kishúgom farsangi buliát követően fölveszem a bohócmackot és kimegyek az udvarra egy kicsit hátrafekve labdán paszkodni a földön. Hát mi ez? Hát ő itt gurgulázik péntek délután, sima ügy. Na, trendi csávó, zenét... Most komolyan, ezekre milyen reakciót vártok? Hogy lehet ezt megcsinálni? Hát a gravitációnak meg kéne tiltania azt, hogy ez a csávó így mozogjon. Beszarok. Benyomja a zenét, egy kis Skrillex, aztán érted, megcsinálja háromszor azt a forgatást, amit én egyszer se tudok. Beszarás, hogy ezek az emberek mennyit foglalkozhatnak a labdával, hogy ilyeneket tudnak csinálni. Kiégek teljesen, tehát egy perce nézzük a videót, de már nem hiszem el, hogy ilyen létezik. Nagyon durva. Hogy nem fárad el? Bazeg, nekem egy reggeli kelés több energiát vesz igénybe, mint neki ez. Nagyon kemény. Kellemesen megvilágított parkoló, vagy nem tudom mi ez a hely, de... Ja, hát tényleg! Hát valaki számolja már meg, hogy hányszor kerüli meg a lábával a labdát. Hát beszarok! Hogy? Hogy lett? Na jó, ez geci durva ez a gyerek. Hát én néptáncoltam 12 évig, ott pont ilyesmiket csináltunk. Tererere, tererere. Csak nem volt hozzá labda, meg geci béna voltam. Ennyi a különbség. De hát ezt a gyereket nézzétek már vissza. Hát mi ez? Milyen speedet tol be a szervezetébe, hogy ezt meg tudja csinálni? Nem ez, ez. Hát ez mi a picsa? Respekt. Na, egy kis utcai helyszín, megint megy a kánkán, az összes nemzet tánc kultúrája benne van ebben, csak ott egy labda, úgy teljesen mellékesen. Na, megint a bohóz gyerek, bazd meg. Régen a Kobra 11 után az RTL-en volt egy sorozat, amiben a csávó fölvette a bohóc maszkot, azt elment lelőni Németországba pár csávót. Az pont ugyanígy nézett ki, de abban fegyverek voltak, autós üldözés meg robbanás. Es gibt böse und es gibt den Clown. Itt bazd meg, a gyerek ellopta a kis húgának a sminkfelszerelését, és kiment egyet labdázni a ház elé. Beszarok, komolyan mondom, hogy ilyen van. De miért tudnak, azt mondjátok meg nekem, miért tudnak ezek az emberek ilyet, és én miért nem tudok? Az én eszem egy haszontalan seggfej vagy, aki videózik az interneten, ahelyett, hogy labdáznál, tudom, tudom. Ez is bazd meg, mintha teljesen természetes dolog lenne a labdakezelésnek ez a módja, hihetetlen. Egy, kettő, három. Hát hogy ne? Hát háromszor megcsinál. Hát kétszer egymás után, igen. Igen, még egyszer esetleg. Beszarok. Megint a bohóc kollégina. Hát hülye vagy. Nem hiszem el, hogy ilyen van, tényleg. Lehet, hogy mások számára ez nem beszarás, de számomra ez beszarás. Hát még a cipődet is vedd le, komám, tényleg, annyira egyszerű ez a dolog. Ja! Ja, igen! Hát hogy? Hát te kiégek, kész, hazamegyek. Hazamegyek, ezt nem nézzük tovább. Ez mi a pöcsömöccse volt? Ezek éljenek, bazd meg. Komolyan mondom, a hüllő, a gyíkemberek megjöttek. Az Alpha Centauri Holdról a gyíkemberek megjöttek és labdáznak az interneten. Hát ez mi? Hát a kis koreai gyerek. Kész, kiégek. Teljes mértékben kiégek ezen. Igen, megint a gettó. Gettó háttér. BL labdával. Mackó nadrág. Hát mackó nadrágba háttal dekázik az indiai bevándorló. Mackó nadrágba háttal dekázik az indiai bevándorló. Ez lesz a videó címe, bazd meg, beszarok. Há!
Ez mi volt? Ez tuti, hogy fel van gyorsítva, várjál, ez kizár dolog, hogy ez real time. Ha ezt így nem látnám felvételen, nem hinném el, hogy ez van. És bazd meg, az ovis csoport várja az uzsonnát, és így ülnek. Így ülnek a háttérbe. Ja, hát nem minden reggel ezt nyomja a Józsika, kimegyünk az uzsvarra, azt... Hát dekázik egy párat, meg flikflakkozik, úgy nem vagyunk meglepődve túlzottan, beszarok. Jó, most már annyi labda átlépést láttunk az elmúlt 5 percben, hogy... Torkig vagyok vele, és csak fosul érzem magam, hogy én nem tudok ilyet. Ez nagyon menő, ez az ülvedekázás. Ez egyszerűnek tűnik, és nem lehet megcsinálni. Igen. Igen, jó, ezt már láttuk. De ugyanannyira durva, csak egyszerűen már kiégett a meglepődés faktorom. Annyit csináljátok ezt. Mérges a labdára is földhöz, bassza. Oké. Megjött a fodrászos gyerek, mármint aki pont ugyanúgy kerüli, mint én. Pisznatvaros pólóba. Ilyen kis izé hastáncot nyomat, ha megfigyelitek ez a derem, 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 derem. Jó, nem táncolok, nézzük inkább tovább. Haverod se jár fodrászhoz, látom. De bazd meg, ez ilyen rocker headbanger gyerek, csak most veszem észre, nézzétek meg. Így nyomja a headbanget a hülyéje. Ha ott. Hát kellemes kis metal koncert feelingbe, lehet, hogy ott jött rá a tehetségére. Baszatta egy kis Iron Maidenre, aztán rájött, hogy jé, ezt labdával is lehetne. Hát tudjátok én ebből mit látok? Ezt csinálja valaki, és közben ott van egy labda. Hát most komolyan nézzétek már meg. Ez követ. Azért ez a mozgáskultúra kurva vicces. Ezt nyomja a gyerek. Mint aki fullosan be van drogozva. Azért ezt megérte a végére. Még egyszer tesó. Még egyszer. Igen. Igen. Kurva nagy. Jaj, bocsánat, ne haragudjatok. Tudom, hogy kretén vagyok. Csak irigykedem. Thanks for watching. Hát thanks for watching, drága pingvinek. Dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett nektek ez a videó. Mondjátok el a komment szekcióban ti a saját véleményeiteket. Illetve, hogy van-e olyan trükk, amit ti meg tudtok csinálni a labdával, mindenképpen meséljetek. Hogyha először jártok itt, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Én még mindig Nessai vagyok, és találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, remélem jókat nevettetek. Na, szevasztok!